A parlament elfogadta a 2016-os adómódosításokat, tehát megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a 2016-os költségvetés valóban az adócsökkentés költségvetése legyen. Az elmúlt évek adóintézkedésének köszönhetően a családokat, a munkahelyeket érintő adómódosításokat tudtuk támogatni, és olyan adórendszert alakítottunk ki, amely általában is csökkentette az adóterheket. Jelentősen csökkentek az élő munkaterhek adózási részei, mérséklődtek a vállalkozások adóterhei is, és javult az adóbeszedésnek a hatékonysága. Ebben a most elfogadott adómódosításban adócsökkentésre tettünk javaslatot, ennek két oka volt. Az egyik oka a gazdaság növekedése, amely megteremtette ennek a lehetőségét. Másrészt pedig, hogy az elmúlt években javult a fekete gazdaság adóztatásának, tehát a fekete gazdaság elleni fellépések sikeresebbekké váltak, így lehetővé vált az, hogy 2016-ban folytatódjon az adócsökkentés. A tervezett adóváltozások négy területre csökkentettek adót: munkaterheinek további csökkentése, családok támogatása, a gazdaság fehérítése, valamint a gazdasági növekedés elősegítését célozták meg ezek a javaslatok. Összességében 230 milliárd forintnyi bevételt hagyunk kint a gazdaságban a munkavállalóknál, a családoknál, a háztartásoknál és a vállalkozásoknál.